Üdvözlöm Önöket! Itt állunk Iváncsán, egy hajdan csendes, békés, Fejér megyei községben, alig 6-700 méterre a falu házaitól, ahol gyermekes családok és idős emberek élnek. Őket senki nem kérdezte meg arról, hogy akarják-e a kertjeik végébe ezt itt a mögöttünk egy hatalmas, zajos, mérgező savakkal, nehézfémekkel dolgozó, a környék vizét és termőföldjeit felzabáló akkumulátorgyárat. Ebben a gyárban, ismétlen pár száz méterre Iváncsa házaitól, nemrég több dolgozó is rosszul lett az itt felhalmozott mérgező anyagoktól, amelyek a levegőbe kerültek. A korai gyár és az őket több milliárd forinttal támogató Orbán kormány szerint azonban itt nincs semmi látnivaló, minden a legnagyobb rendben. Gödön is ugyanezt mondták, amikor egy másik koreai cég akkumulátorgyárakat épített Orbánék támogatásával. Majd a város ivóvizében kimutatták a gyárból származó mérgező anyagokat, a levegőben pedig négyszeresére nőtt a széndioxid mennyisége. Az Orbán kormány hazudik az akkumulátorgyárakról, mert tudják, hogy veszélyt jelentenek az emberekre. De az innen kiszabaduló mérgező anyagok veszélyesek más településekre is. Akár az innen alig 20 kilométerre lévő szűkebb hazámra, Dunajvárosra is. Ez bizonyítja, hogy bár még csak épül az iváncsai akkugyár, de a közeli Pusztaszabolcsról már számos panasz jutott el a DK helyi politikusaihoz. Ezért most együtt oda megyünk, hogy kiderítsük az igazságot. Azt kell mondjam, hogy gyanakvással fogadják az emberek a más kultúrából érkezőket, kínaiakat, koreaiakat. De ezen nem lehet csodálkozni. A kormányunk sok-sok milliárdot költött arra, hogy ne szeressük az idegeneket. Hát ez most beérett. Most ők hozzák a migráncsokat és foglalkoztatják. Persze, hogy az emberek idegenkedve fogadják ebből a más kultúrából érkezőket. Ezzel együtt még talán itt Pusztaszabolcson tetlegességig nem fajul, de úgy tudom, hogy Iváncsán már ilyen jellegű problémák, ilyen jellegű atrocitás is volt, rendőrségnek is ki kellett vonulni. Hát én remélem, hogy mi itt nem jutunk el ide. Ha egy kicsit tágabbra nyitjuk az akkumulátorgyárak problematikáját, akkor én két nagyon fontos megállapítást tennék. Az egyik az a mérték, és a másik pedig a szabályok. Egyáltalán nem megnyugtató, ahogy a magyar hatóságok, ez alatt elsősorban a környezetvédelmi hatóságokat gondolom, ahogy hozzáállnak ehhez a kérdéshez. Én azt hiszem, hogy túlzottan is politika vezéreltek a hatóságok ma Magyarországon. Ha a politika eldönt valamit, hogy neki arra szüksége van, akkor a hatóságok beállnak mögé. Tehát nem bízom a hatóságokban az engedélyeztetések során, sőt, a folyamatos ellenőrzések során sem fognak úgy tevékenykedni, ahogy én azt elvárnám. Elég nehezen éljük meg a helyzeteket, mert amióta az akkumulátor létezik, építkezik, tudomásom szerint haláleset is történt az akkumulátorgyárnál, tehát itt a pusztaszabolcsi lakosok között nagyon sok vendégmunkás van, szemetelnek, járkálnak, rendőrséget kell hívni, mert zajonganak, tehát felkeltik a csendes életet, tehát mindenképpen. Arról nem is szólva, hogy sok pusztaszabolcsi lakos megy át oda dolgozni a jó fizetés reményébe, de felvilágosítás nélkül, tehát nem tudják, hogy mivel fognak dolgozni, milyen rákkeltő anyagokkal és milyen munkakörülmények között. Úgyhogy, és ami még nagyon fölháborít bennünket, hogy a fizetésüket se kapták meg a dolgozók, mellette pedig ott a megfelelő védőfelszereléseket sem kapják meg a dolgozók, amire szükségük lenne. Úgyhogy, hát tehát folyamatosan problémák vannak, érezzük. Úton, útfélen találkozunk kínaiakkal, koreaiakkal, az ember tiszteletben tartja őket, tolerálja őket, de mégiscsak egy másik kultúra fog beleavatkozni ide a mi életünkbe, tehát hogy be tudnak-e úgy a mi életünkbe, a magyarországi életbe, be tudnak-e alkalmazkodni, tehát hogy tehát a mindennapjaink az fel van borulva mindenképpen. Mivel tudjuk, hogy sok környezetszennyezéssel fog járni,
tehát az infrastruktúra tudomásom szerint nincs még képítve. Tehát ez a hatalmas vízmennyiség, elektromos áram, amit ez az üzem föl fog emészteni, és hogy persze ezeket a mérgező anyagokat, amikkel ők dolgozni fognak, ráadásul nagyon sok a tűzveszély, mivel tudjuk, hogy a lítium üzembe ezek az akkumulátorok nagyon hamar kigyulladnak, tehát hallja az ember a riportokat a tévében, hogy ez is előfordul. A másik pedig az, hogy amitől nagyon félünk, hogy a környezetszennyezés azt mennyire fogja a magyar kormány tényleg tudni tolerálni, meg felülvizsgálni, mert ugyebár halljuk a Gödi üzemnél, hogy 8 millió, 2 millió, 3 millió forint büntetés, amit tényleg zsebből, mellény zsebből kifizetik, és a környezetszennyezés folytatódik tovább. Arról nem is szólva, hogy félünk tőle, hogy ugyanaz lesz, mint Gödön, hogy éjszakánként dübörgést hallanak az emberek, rászkódást, hatalmas nagy gőzfelhők. Tehát azok az emberek, amik mi is, tehát annyira azért nem vagyunk tisztában a dolgokkal, az ilyen dolgok félelmet keltenek bennünk egyértelműen. Az akkumulátorgyárak sajnos nem csak a közeli településeken okoznak károkat. A munkások többségét ugyanis a koreai cég nem Magyarországon toborozza, vagyis hiába szór milliárdokat az Orbán kormány a magyarok pénzéből az akkugyáraknak, azok nem teremtenek új magyar munkahelyeket. A külföldi vendégmunkások tömegeit viszont el kell szállásolni, ezért egy velencei tó melletti szállodában idén már nem nyaralhattak a mozgássérült gyerekek, mert a szobáikba vendégmunkások költöztek. Ez volt az a hotel, amelyet a koreai akkumulátor cég lefoglalt a munkásainak. Ez a hely jelképe annak, hogy az akkumulátor gyárakat mennyire nem érdekli, mi lesz Magyarországgal. Nem érdekli őket a sérült gyerekek nyaralása, nem érdekli őket Göd, Debrecen, Iváncsa, vagy puszta Szabolcs lakóinak sorsa. Ide jönnek, elveszik a földjeinket, a vízünket, és ha már elég pénzt kerestek, akkor tovább állnak. De itt hagyják nekünk a szennyüket, a mérgezett földeket, és vizeket, a megbetegedett embereket. Ezért kell minél hamarabb őket megállítanunk. Ezért fordulunk írásbeli kérdéssel Pintér Sándor belügyminiszterhez, hogy végre megtudjuk, mi történt valójában az iváncsai gyárban. Tehát mitől lettek rosszul a munkások? Ezen felül közérdekű adatkérelemmel fordultunk a Fejér Vármegyei Kormányhivatalhoz, hogy kiderüljön, milyen veszélyes anyagokat használnak az akkumulátorgyár építése során, és volt-e rendkívüli vizsgálata rosszul létek után. Dunajváros alpolgármestereként hiszem, hogy az emberek élete és biztonsága az első, nem pedig az akkumulátorgyárak profitja. Dobrev Kára, a szociáldemokrata árnyék kormánya a kormányváltás után azonnal leállítaná az akkumulátorgyárak építését, és kivizsgálná a már működő üzemek jelentette veszélyt. Ezután nyilvánosságra hoznánk az összes vizsgálati eredményt, mert a magyaroknak joga van tudni, mit tettek az országunkkal Orbán Viktor akkumulátorgyárai. Új jogszabályokat alkotnánk, hogy a jövőben a helyi emberek megkérdezése nélkül többé ne lehessen ilyen üzemeket lakott területek közelébe építeni. Állítsuk meg együtt Orbán Viktort, állítsuk meg együtt az akkumulátorgyárakat.